Csanádi óra, Hurrá, nyaralunk! Valóban óriásító a Balaton. Az iskolában a térképen picinek látszik. Olyan, mint egy, egy tömzsi kis kukac, amelyik ott araszol a Dunán túlon. A víz sejmes és langyos, órákig lehet benne lubickolni, anélkül, hogy liba bőrös lennék. A partról vagy a mólóról évike merítőhálójával egész rajnyi apró halat foghatok. Ma vitorlásverseny van az északi parton. A fehér háromszögek suhannak a szélben. Van időm figyelemmel követni a hajók küzdelmét. Már délóta ücsörgök itt az árnyékban, mert büntetésben vagyok. Még csak 26-szor írtam le a mondatot. Jó lesz belehúzni. Soha többé nem dobálom el az ételt. Na, megvan a huszonhetedik sor, már csak 73 van hátra. Fáj a csuklóm, és nehezen megy az írás így a padon ülve. A göcsörtös fadeszkán meg megbicsaklik a ceruzám hegye, ráadásul a grafit is tompa. Hegyezőt nem hoztam magammal, ki gondolta volna, hogy szükségem lesz rá nyaralás alatt két hónapja kezdődött a vakáció. Azóta nem formáltam egyetlen betűt sem. Még szerencsé, hogy első osztályban megtanultunk százig számolni, mert, mert így pontosan tudom, hány sort kell még írnom, és még véletlenül sem kanyarítok felesleges betűket. Ez az utolsó napunk itt. Szeretnék még fürdeni a Balatonban. Mit dolgozod itt ilyen szorgalmasan, te kisfiú? Miért nem szaladsz játszani? Csoda szép néni térde elém. Mosolygós, kedves, szőke a haja, kék a szeme, olyan akár egy angyal. Nem mehetek, tetszik tudni. Büntetésben vagyok. Büntetésben? Ilyenkor? Hogyan mit követtél el? Nevet. Hibátlan szép fogai elővillanak ajkai közül. Én is mosolygok rá. Szeretnék tetszeni neki. Kidobtam egy csokis nápoit az ablakon. Nagyon nagy rosszaság, ezért le kell írnom százszor, hogy soha többé nem dobálom el az ételt. A kedves hölgy arca elkomorodik. Ki büntetett meg? Terikenéni. És ki az a terikenéni? kérdezi. Ott arép fekszik a pléden a gyerekével. Tetszik látni? Mutatom. És ki neked ez a terikenéni? Hát, ő. Ő olyan, mint az anyukám. Értem. Válaszul a néni, és hirtelen elszomorodik. Majd feláll és anyu felé néz. Ő észrevesz minket odainteget, és nevetve kiált a hölgynek. Nem szabad neki segíteni, nagy a bűne. Édes Istenem. Sóhajt a néni, és megsimogatja a fejemet. Igazi volt simogat nem csak úgy borzolja a hajamat, vagy barackot nyom a fejem búbjára, mint ahogy teszi ezt a fodrásznéni, vagy Jóska bácsi, a postás. Zsuzsi néni vágta le régebben a hajamat. Mindig olyan jó szag volt nála a szalomban. Élveztem, ahogyan mosta a hajamat. Utána nyírta, szárította, virizgálta <laughs> a fejemet. Dicsért, hogy milyen szép, fekete és erős szálú hajam van. Terike mondta neki, hogy a sors igazságtalansága, hogy az én fajtámnak ilyen gyönyörű és egészséges a haja. Nem olyan vacak, vékony szálú, törékeny, mint az övé. Már hónapok óta nem viszel fodrászhoz. Géppel nyírja le otthon a hajamat, Terike mert nem kell flancolni, és egy olcsóbb és egyszerűbb is rendben tartani a frizorámat. Hát akkor csak dolgoz szépen. Szól a szép ismeretlen hölgy, Hát, ha hamarabb túlesel rajta, és a teteri nénéd elenged játszani. Áll még néhány percig mellettem. A keze a fejemen, majd a vállamon pihen. Borúsa tekintete. A szájával mosolyog rám, de a szeme nem nevet. Remélem, hogy nem rám haragszik. Szervusz, kisfiú. Köszön el tőlem, és elsétál. Egy kis szalad elé átöleli a néni derekát. De jó lehet annak, akinek ilyen kedves igazi anyukája van. Itt az üdülőtelepen csak igazi anyukák és apukák vannak, igazi gyerekekkel. Azt hiszem, ez az igaziság messziről látszik az emberen. Próbálom megfigyelni a gyerekeket, hogy, hogy mi lehet az igaziságuk titka, ismérve. De nem tudok rájönni. Néha sokáig állok a tükör előtt, és figyelem, vizsgálom magamat, hogy rájöjjek a rejtélyre. Vajon miért látja mindenki azonnal rajtam a nem igaziságot? Az arcomon minden a helyén van. A szemeim, az orrom, a szám. A fülem sem lapát. Sötétebb a bőröm, mint a többieké. Ezért is örülök, hogy itt az árnyékban kell ülnöm, mert nem akarok a napon még jobban lebarnulni fehér szeretnék lenni. Rózsás arcú, világos szemű. <laughs> Egyszer el is csentem terikenéni púderét, és bemázoltam vele az arcomat. <laughs> Ugyan kinek cicomázod így ki magad, te kis majom? <laughs> Kacagott a néni, amikor meglátott, és elzavart mosakodni. Az is lehet, hogy a véremmel van baj, Hallottam a múltkor, Terike néni mamája mondta a lányának, hogy keményen és következetesen kell bánni velem, mert a véremben van a rosszaság. Igen. Csak is a vérem lehet az oka, hogy más vagyok. Télen, amikor kórházban voltam, vért vett a doktor néni. Szerettem volna megkérni őt, hogy a laboratóriumban azzal a, azzal a nagy mikroszkóppal vizsgálja meg legalább egy csepp véremet, hogy mi benne a rossz. Az iskolában tanultuk, hogy a kicsi baktériumok is kimutathatóak ezekkel az okos műszerekkel. Hát, ha észrevenni a rosszaság részecskéket, és adna valamilyen gyógyszert rá, hogy kigyógyítson belőle. Bevenném azt az orvosságot, akármilyen keserű is lenne. Sőt, még ha injekció szúrna a fenekembe, akkor sem sírnék. Összeszorítanám a fogamat, nagyon erősen az igaziságra gondolnék, és kibírnék mindent. De Terike néni azt mondta, ilyen butasággal nem szabad zaklatni a doktor mert nem azért van itt, dolgozik keményen, hogy a buta gyerekek csacsogását hallgassa. No, írok tovább, mert még 41 sor van hátra. Azért mégiscsak nagyon jó, hogy eljuthattam ide. Próbálom is megbecsülni magam. Kati néni a gondozom, amikor az otthonban elbúcsúzott tőlem, azt súgta a fülembe, hogy Becsüld meg magad, Ferike, az új családodban. Nem tudom pontosan, hogy kell ezt a megbecsülést csinálni, de... De próbálom. Igazán. Nagyon akarom. De lám most sem sikerült, mert kidobtam az ablakon a csokis nápoit. Terike néni igazi gyereke, azaz a... A, a testvérem árulkodott a tettemről. Pedig ő sokszor ott hagyja az ebédet. Mégsem büntetik meg? Nagyon válogatós, finnyás kislány. De igaz, hogy nápoit még sohasem dobott el. Igaza van Terike néninek, hogy megbüntetett, mert hát mit is képzelek magamról? Hálátlan rossz gyerek vagyok, aki nem becsüli meg a jó és boldog életét. Folyton jól akarok viselkedni, de a legnagyobb igyekezetem ellenére sem sikerül az édességet is azért dobtam el, mert nem tudom lenyelni. A gyermek otthonban vasárnaponként nápoit kaptunk ebéd után. Ha meglátom a barna töltelékes ustya szeletet, hány ingerem lesz, és összeszorul a gyomrom. Próbáltam ezt elmondani Terike néninek, de ő félbeszakított, hogy a hazugságokra nem kíváncsi. Soha többé nem dobálom el az ételt, már csak tizenkilenc sor van hátra. Tegnap este egy apuka az igazi fiával focizott. Néztem őket. Ügyes volt a gyerek, kisebb nálam, talán még óvodás, de szépen ívelte a labdát. Bőrfocival játszottak, nem olyan hitvány kis pöttyös gumilabdával, mint amit én rugdosok otthon az árokparton. Az apuka észrevette, úgy figyelem őket. Hívott, álljak be hozzájuk focizni. Izgalmasabb a játék, ha többen vagyunk. Hú, izzadt a tenyerem, remegett a lábam, annyira igyekeztem, hogy jól játszak. Nehogy rosszul adjam a labdát a bácsinak. Ő egyet nekem rúgott, egyet a fiának. Fantasztikus érzés volt így labdázni. A férfi dicsért, hogy tehetséges vagyok. Szerettem volna neki megmutatni, hogy még annál is sokkal ügyesebb vagyok, mint ahogyan gondolja. Ezért a fiúnak szánt labda elé szaladtam, hogy azt a paszt is én adhassam vissza. De véletlenül ellöktem a kicsi gyereket. Ő elesett, vérzett a térde. A bácsi oda szaladt, megölelte, puszírta az arcát, lábát, ahol csak érte. Bocsánatot kértem a gyerektől is. Igazán nagyon sajnáltam, hogy megütötte magát. Nem akartam bántani, véletlen volt. A bácsi nem szólt, nem szidott le. Nem is nézett rám. De elsötétült az arca. Ma reggel láttam őket megint. Oda szaladtam a sportpályához, arcomat a dróthálóhoz nyomtam, úgy néztem a játékokat. Hangosan szurkoltam a kisfiúnak, integettem neki. Köszöntek nekem, de. de nem hívtak focizni. Soha többé nem dobálom el az ételt. Készen vagyok. Leírtam százszor a mondatot. Ó, jó késő lehet már. A tóban is kevesebb a fürdőző. A nap is alacsonyan jár, már a vitorlásokat sem látom a szemközti parton. Vége a versenynek. Nem tudom, ki győzött. Terike néni! Terike Szaladok hozzá. Készen vagyok a feladattal. Na mutasd. Nem csapsz be? Vigyázz, mert megszámolom. Jaj neked, ha hazudsz. A néni felveszi az olvasó szemüvegét, és az ujjával gondosan követve a sorokat számol. Mozog a szája, próbálom leolvasni, hánynál tart. Rágom a hüvelyk ujjamon a körmöm, és mellette a bőrt. Már a vér is kiserken csak arra tudok gondolni, hogy meglegyen mind a száz mondat. Ugye, ugye nem számoltam el. Mégiscsak jó lett volna néhány sorral többet leírnom. Száz, szólt Erike néni szárazon. Szerencséd van. Remélem megtanultad a leckét. Igen. Bemehetek még a vízbe egy kicsit? Utoljára? Nem, Késő van, évike már éhes, és én is fázom a vizes fürdőruhában. Segíts inkább összeszedni a plédeket és a játékokat. Vacsora után még be is kell csomagolnunk. Reggel indulunk haza. Szedegetem a játékokat a homokozóból, hordom a műanyag szatyorba. Évike otthagyta az alma csutkát, a földön már ellepték a hangyák. Elszaladok vele a szemeteshez. Futok vissza, de elhomályosodik a látásom. Megbotlok egy fagyökérben, elesek. Megtörlöm az arcom a homokos, piszkos kezemmel, most még jobban ég a szemem, mint az előbb. Teri néni rám néz, megenyhül. No jó, nem bánom. Ferike, szaladj oda a vízhez, mártóz meg a Balatonban, még egyszer utoljára. Az arcodat is most le, morcsos vagy. Köszönöm, Terike néni, és már rohanok is. Kettesével veszem a lépcsőket lefelé a múlóról a vízbe. A langyos hullámok simogatják a hasamat. Befogom az orromat, a lábukom, belemarkolok a meder homokjába. Feljövök levegőért. Nézem, ahogyan az ujjaim között kifolyik a vizes homok. Nini, egy szép kis kagyló marad a tenyeremben. Kecskeköröm. Azt hiszem, így hívják. Már éppen kiabálni akarok a néninek és évikének, hogy megmutassam nekik, de... de meggondolom magam. Az osztálytársam Varga Bence aki már sokszor nyaralt külföldön is, hogy ha valaki szép helyen jár és vissza akar térni még oda, akkor egy pénzérmét kell ott hagyni. Nincs pénzem. Talán jó lesz a Balatonnak érme helyett ez a kagyló. Mégiscsak az övé volt, mielőtt kihaláztam. Megnézem még egyszer a kecskekörmöt, forgatom a tenyeremben, majd a nádas felé fordulok és jó messzire elhajítom. Még egy utolsó pillantást vetek a tóra, a badacsonyra, ami, mint egy kucsma, úgy ül a szemközti parton. A lenyugvó napsugarai narancsszínű hidat festenek a sima víztükörre. Becsukom a szememet, vagy kinyitom, ki, be, ki, be. Próbálgatom, hogy sikerül-e megjegyeznem ezt a látványt, hogy, hogy hazavigyem magammal, mint egy fényképet. És ha otthon szomorú leszek, akkor csak becsukom a szemem, is, elővarázsolom ezt a sok-sok szépet. Feri, gyere már! Hallom Terike sürgető, türelmetlen hangját. Szaladok, nem akarom felbusszantani őt. Viszlát, Balaton! Őrizd a kajlunkat! Talán egyszer még eljutok ide.